Na gyerekek, most aztán besütizünk. Ez a Cold Hop sörkóstoló egy újabb sörbemutatóval, és ismét velünk van Timi. Sziasztok! És itt vannak olyan sörök, amiket még egyáltalán nem kóstoltunk, pastry élek, tehát így a sütemények világát megidéző főzetekre készülünk. Nagyon kemények mind alkohol százalékban, mind így ránézéssel a címkében, hogy mit lehet sörként, hogy lehet sütisört csinálni, adódik a kérdés, röviden és tömören. Hát ezek ugye pastry sour élek, azaz azt jelenti, hogy süteményes, savanyú élsörök. Egy-kettőhöz már volt szerencsém, egészen pontosan az almás réteshez, és az nagyon ízlett, és hát így adta magát az alkalom, hogy a legutóbbi csoki sörös sörlesztünk is eléggé nagy népszerűségnek örvendett, hogy most akkor próbáljuk ki ezeket a sütis söröket is. Mert hogy nekem azért egy-kettő nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, hát nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Hát az érdeklődés ez szerintem nem kérdés. Az összes. Igen, meg hát maguk a sütik, amikről mintázva lettek, nekem nagy kedvenceim szinte mindegyik. Hát ki az, aki nem szereti a sütit kezdve? Hát, tegye le a kezét. Én nem vagyok édesszájú, tényleg én nagyon ritkán eszem, de például ezeket szívesen elfogyasztom. Nekem az rémlik, hogy csak az almás rétest fogyasztottam. Én is. Lehet, hogy talán együtt ittuk. Igen. Balatonon. Igen. Igen, de a többi ez még nem volt szerencsém. Kettő különböző gyártónk van, a Szent András sörfőzdé az almás rétes, az egyetlen üvegesünk ebben a mezőnyben, a többit a Mad Scientist gyártja a dobozosokat, és akkor nézzük is az első versenyzőt. Tehát almás rétes 4,2%-ával a leggyöngédebb mezőny tag, és mi meglepő Békés Szent Andráson készül, látható a lejárat dátuma, mi ezt nem fogjuk megvárni. Nagyjából ennyit tud a csomagolás, és Timire rá is bízom. Itt a krokodil. Krokodil. Nem nagyon emlékszem egyébként, hogy milyen volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy jóféle. Nekem ízlet bejött, ugye ezt, mit tudom én, egy fél évvel ezelőtt kóstoltuk. Hát ezt majd úgyis érdemesebb lesz a pohárból megszaglalni. Igen. Annyi, hogy Mad Scientist-es pohárból csak kettő volt készleten, úgyhogy Timike egy ilyen belga sörös szép kelyhet kapott. Milyen csalókák ezek a poharak, majd igen. Mindjárt. Jó lesz az. Jó lesz ide vidékkel. Hát ilyen almás rétes színen van. Ja, mondhatnám. Kicsit ilyen... Vöröses talán. Igen. Nem vöröses, sárga. Ködösebb. Ilyen sötét narancssárga, ja. Már barnás. Azonnal jön az alma. Igen. Csodálatos. Én az almát érzem, főleg a fahíjat az kevésbé. Bár nekem inkább ez zöld almára emlékeztet. Igen, tényleg. Na, nézzük ízre. De jó. Frankon savanyú. Ízre tényleg, mint hogyha folyikolja a más rétes pinna az ember. Most jön a fahéj az ízben. Igen. Összehúzta az arcomat. Igen, megjön a fahéj a végén, ott van az. Csak tök fura, mert egyébként anélkül, hogy méltatlankodnék, én a zöld almán egy kicsit meglepődtem, és inkább egy ilyen piros színű almára számítottam már, ha ezzel az ízt ki tudom fejezni. Mert a zöld almának azért van egy ilyen sajátos fanyarsága, amit én amúgy nagyon szeretek. Én is. De amúgy szerintem nagyon egyben van, tehát hozzá ezt az almás rétes feelinget. Nagyon. Úristen, ez nagyon finom. Nagyon jól működik. Pél müncheni és karamellmalátákat, Magnum komlót, valamint valódi almát sűrítményből, ugandai vaníliarúd örleményt és fahéjat használtunk fel. Ugandai vaníliarúd örlemény? Ahogy mondom. Az kemény. Hát az mire leért Szent Andrásra, azért beletelhetett egy kis időbe. De meg mi volt? Magnum komló? Mármint mint a jégkrém? Aha. De szerintem megérte. Ez az enyém, nem kapjátok meg! Az az enyém! Hát a végén majd lehet csereberélni, amikor megszűnt a maradékot. De kezdések ez nagyon jó volt. Kezdésnek nagyon jó, de mit tudnak a dobozosok, azt pillanatokon belül mutatjuk. Meg volt az alma, jöhet a citrom. Jöjjön. Citromos túrótorta, az is nagy kedvencünk. Mad Scientist Royal Lemon Trifle, tehát egy ilyen citromos, habos süteményt próbál megidézni ez a történet. Nagyon igényes a csomagolás a gyártókhoz híven. Imperial Pastry Sour Ale típusú savanyított szüretlen sör, citrommal, mandarinnal és narancssal. Ó, wow. És 7,5%. 7,5%. Itt azért már ugrottunk egy kicsit, tehát, és ennél még csak erősebbek lesznek. A hátralévők közül ez a könnyedebb verzió. Timi, a világ második legjobb hangja. Ahogy mondja, uram. Szerintem ezekből most már nagyon-nagyon szolidan kell tölteni, mert az emelkedő alkohol százalékokra tekintettel nem biztos, hogy fogunk tudni artikulálni a műsor végére. Vállaljuk a következményeket. Igen. Na, szín iránt. Hasonlóképp világos. Ő világosabb, mint az almás rétes volt. Ennek ilyen kellemes, ilyen narancssárgás színe van. Ez már szép lenne az urológia. Azért annál csak jobb. Illat, mint a? Illatra, mint
Ilyen citromos. Én a citromot érzem kicsit belőle. Ja. Ilyen ez a citromos, ilyen szopogatós cukorka jutott eszembe a gyerekkoromból, amit nagyon szerettem. Mint a citromos pezsgő tablett. Elsőre nekem elég légfrissítős. Aha, ja, tényleg. Na nézzük ízre. No. És ízre is. No. Fanyar, samanyú. Ez nagyon savanyú. Nem rossz őse, de azért az előző a sokkal finomabb volt. Azt én, kell, hogy mondjam. Én feltételezem, hogy neki az a feladata, hogy ennyire extrém módon savanyú legyen. De ez nekem már átbillen egy határon. Ez konkrétan olyan ízű, mint amiből a napközis teát csinálják, tea tabletta, vagy mi a citrompótló tabletta fölhígítva. Ez konkrétan olyan, úgyhogy nem. Igen, ez most nekem negatív sajnos. Bár egyébként meglepődtem volna, hogyha ebből bármilyen egyensúlyt ki lehetett volna hozni. Nem is tudom, tehát egy picivel több édeskét vártam volna, vagy nem is tudom. A süti nincs benne konkrétan, tehát hogy... Igen, hogy... tehát azt mondom, hogy rossznak nem rossz, meg lehet inni, de az a fajta ilyen süteményes sörélmény az úgy elmarad. Nincs. Mm-hmm. Igen. Azért a strandfaktora az megvan. Ja, tehát ezt így leküldeném ezt tud egy forró nyári napon. Azt fejre is állnál tőle ilyen alkohol százalékkal. Azt hiszem, hát tűzön napon olcsó. Azt hiszem, nem kellene kérlelni, hogy izé ugorjál seggest a stégről a Balatonba. Arra kéne kérlelni, hogy ne tegyem. Uh-huh. Na, a szomjat amúgy kiválóan oltja, ízhatásban azért egy kicsit csalódás. Igen. Viszont van még három sörünk, amiknek van esélyük jobbnak lenni, egy vágás után mutatjuk, hogy milyennek érezzük őket. Szilvás gombóc! Szilvás gombóc! Jaj, szegény Timit megijesztettük. A jó öreg kicski vezérlés meg a mix. Hát kultúremberek ezt a Pordás című musicalből ismerik. Igen, az eredeti onnan származik, ja. Szilvás gombóc, szintén egy Imperial Pastry Sour Ale és 10%-os alkoholtartalomnál járunk. Zseniális a csomagolás, remélem az íz is. Hát remélem, hogy nem szívás gombóc lesz. Gyönyörű, miért teszem vissza a sorba? Érezzetek meg nekem. Nem tudom. Kérünk szépen egy töltést. Na. Őszintén kíváncsi vagyok. Eddig se voltam érdektelen, de ezek után főleg. Na, erre én is kíváncsi leszek. Bár igazából amire nagyon kíváncsi vagyok, az még odébb van. Most keveset volt. Hű, de sötét. Ez csak egy kis rókafröccs volt. Töltsek még. Nem, baj, jó lesz ez. Szerintem kóstolgatása pont elég. Igen. Na, sokkal sötétebb, mint az eddigiek. Lényegesen vörös. Ez már, igen, ez már ilyen vöröses színű. Ilyen naplemente színű. Igen. Illat. Cserebogár színe van. Érdekesek hasonlatok. Illatra. Illat? Ez a 100% alkohol, ilyen pálinkás nem illatokat jó. Érzek. Ugye? Tehát, hogy én csak az alkoholt érzem. Nem. Ha mélyebben beleszagolsz, akkor azért egy kis vaníliás flash is van. Konkrétan szilva pálinkát érzem. Timi? Annál rosszabb szerintem. Na jó, nézzük ízt. Ízpróba. Ja, adja a szilvát. Uh-huh. Igen. Tehát a szilva kiérződik benne, viszont erős, mint a gombócot nem találom. Hát. Fel lettünk készítve a csomagolás alapján. Igen, de tudtuk, mire vállalkozunk. Na, ez már lényegesen közelebb áll ahhoz, amit ráírtak. Teltebb az íze, van egy megfelelő édeskéje, ami miatt egyébként elhiszem, hogy ezt a szilvás gombóc ihlette. Nagyon-nagyon erős, tényleg inkább ilyen pálinkás jellege van. Igen. Én azt mondom, hogy ez már egész jó ez a sör, de lehet, hogy itt a kevesebb alkohol százalék az jobb lenne. Jobban állna neki. Valószínűleg igen. Tehát ha ezt is ilyen 5% körülire főzik, akkor ez tök jó. Hát ha annyira nem is, de semmiképp sem 10-re. Uh-huh. Tehát ez lehet, hogy valakit elrettentem, mert mondjuk kíváncsi... Például engem. Igen, tehát hogy igen. Kíváncsi leszel tőle a boltban vagy a webshopban, hogy szilvás gombócos sör, de tudod, hogy a 10%-kal azért csínyán kell bánni, meg nem biztos, hogy ízleni fog neked amiatt, ami tapasztalatod igen. Mondjuk az erős sörökkel van. Ja. Tehát alapvetően a fanyarsága nekem amúgy tetszik, hogy ilyen jó kis fanyar, tehát nyáron az úgy, csak ugye az alkohol százalék miatt elég hamar fejbe vág egyrészt, másrészt meg azért tényleg kiérezni ezt az alkohol ízt belőle, ami annyira nem fajn. De nekem viszont jobban tetszik, mint a citromos. Határozottan jobb. Na mindegy, a citromosnál határozottan. Majd a végén ítélkezünk. Igen. De még mindig van két tételünk. Ja. Rákóczi. Egy túróst. Csak egy vezér van. Rákóczi. Viváll! Rákóczi ám egy túhóst. Ezzel utaltunk is arra, igen. Mi a most, mi a következő. A gyártó továbbra is a Mad Scientist, a terméknek a neve pedig rendkívül fantáziadúsan Rákóczi túrós, szintén 10% alkoholtartalomnál járunk, csomagolás az szintén nagyon igényes, mások mi van benne.
Imperial Pastry Sour Ale típusú savanyított szüretlen sör sárga barackkal és vaníliával. Na, én nekem be kell vallanom, én ezt a sört vártam a legjobban, mert hogy desszertből nálam a Rákóczi túrós a nagy kedvenc. Úgyhogy ezt ki is töltöm én. Nem is véletlenül egyébként egy nagyon-nagyon jó sütike. Igen. Fú, úgy megkívántam, esküszöm, megyek a cukrászdába, azt veszek is. Aki csak pisilni ment a cukrászdába. Így van. Című vers jutott. Írt a Bornai Tibor verse. Na, milyen szint kapunk? Hát olyan Rákóczi túrós narancssárgás szint. Igen, hát tudom, itt az ellenfényben egy kicsit nehéz ezt mutogatni, de... Szép ilyen világos narancssárga szint. Közepes narancssárga. Érdekes, nem rossz. A barackot nem érzem. Nagyon mélyen van az ott. Nézzük, ízre okosabbak leszünk. Igen. Aha. Ez is erős, mint a disznó. Erős, de hogy ennél a sörnél nem mondanám meg, hogy miről mintázták. Tehát ízre jó, de hogy én nem értem azt, hogy ez hogy akar Rákóczi túrós lenni. Tehát, hogy itt van talán a legnagyobb eltérés így ízben a maga a desszersütemény meg a sör között. Viszont alkoholos irányban meg nagyon-nagyon elmegy. Hát persze, az egyértelmű, hát az egy tízes az is üt, mint a láncos buzogány. Nem pont ezt vártam ízre, de őszintén. Pálinkás jellege az nincs, nem? Nincs. Enyhébbnek érzem alkoholban, mint a szívás gumócot, pedig csont ugyanaz alkoholtartalomra mind a kettő. Ez konkrétan ledózerol. Nekem a szívelkomóc az erősebbnek tűnt. Talán egy fokkal. Nekem ez tűnik erősebbnek. Neked ez tűnik? Nekem is ez tűnik erősebbnek. Nem jó. Keresem a Rákóczi túrósos ízjegyeket, és nem találom. Nem. Ízene nem rossz, de nem Rákóczi túrós. Tehát inkább ez a verdikt részemről. Hát savanyú, de a barackot nem érzem, a vaníliát pláne nem érzem. Nagyon minimálisan talán ilyen barackos jelleg kijöhet, de hogyha tényleg nem látnánk a címkét, azt, ami rá van írva, én nem mondanám meg, hogy ez egy barackos sör. Én pont azon gondolkoztam, hogy ugye viszonylag kevés sour típusú sört kóstolgattunk, viszont azok közül, amiket kóstoltunk, ezzel bezárólag, ja. Ez egy jónak persze, jó cucc. Hát meg az ugye tudva levő már rólam, hogy én nagyon nem szeretem az sour söröket, de így ezek között nem nagyon volt olyan, amire kifejezetten azt mondtam volna, hogy ezt most így nem szívesen iszom. Igen, tehát egy tök jó savanyú sör, de a Rákóczi túrós jelleget nem érezzük. Az alkoholt annál inkább, ha úgy nézem, hogy sour, úgy abszolút elviselhető, hogy ennyi alkohol százalék van benne. Ha úgy, hogy azért egy sütis flash-t vártam volna, úgy már inkább... Elmarad a várakozás. Úgy már inkább problémásnak érzem, igen, hogy nagyon átbillen az alkoholos oldalra. Úgyhogy ezt még egy picit pihentetem, és rákészülünk az utolsó tételre, a meggyes pitére. Készen álltok, skacok? Hát erre fel kell készülni. Mert én nem biztos, most már itt kezdek kimelegedni. Igen, itt haladunk fölfelé alkohol százalékban, most jön a 11-es. Ajjajjaj, na kérem szépen, továbbra is medsz. Ha már 11-es, mondhatni, hogy büntető. Pont arra gondoltam. Meggyes pite 11%-nyi alkohol tartalommal, és savanyított szűretlen sör meggyel, mi meglepő. Én ockodom tőle most egy kicsit. Hát azért a 11% az eléggé b***ó. Mondhatni, hogy pite b***ó. Tini bálvány vagyok, nem ismernek meg, én vagyok a pite b***ó. Oh, hoppá. Színe gyönyörű. Sötét meggyes szín van, kérem szépen. Mint valakinek kifolyt volna a vére. Nem, olyan, mint amikor lepréseled a meggyet. Ja, amúgy a. Tényleg szép. Igen, az a frissen facsart meggyel. Igen. Hát a színe nálam ő megnyerte, tehát nagyon-nagyon szép, vörös színe van. Még bornak is elmenne, mert semmi habja. Itt ezt most nem nagyon tudom vissza. De nagyon szép. Akkor szagoljunk bele. Na ilyen erjedt meggyet érzek. Jó is. Itt már több az édesség. Nekem ez egyelőre szimpatikus. Az a barátságos gyógyszerész. A szimpatikus. Inkább így jár, az legalább meglátsz. Na, ígyunk. Jó. Hollalá. Jó, ez egész jó. Na, mertem remélni, hogy utolsóra az jön egy atombomba. És nem érződik a 11%. Engem legalábbis így az előző kettő az jobban megbaszott, mint ez. Erre térjünk vissza egy 5-6 perc múlva. Igen, lehet. Ez teljesen kultúr, tök jól egyben vannak az arányok. Érződik, hogy egy meggyes pités jellegű sört akartak csinálni. Tehát atom megy. Igen, tényleg olyan, mint az ilyen frissen préselt meggyhüré. Én is ezt tudom mondani egyébként. Illatra is jó volt, színre is jó, ízre is jó. Fanyar, érzem a gyümölcsöt, érzem, hogy konkrétan megy. Tehát az előzőnél a barasszán nem éreztem, de itt konkrétan kiérzem, hogy ez egy megy.
Az az érdekes, hogy ahogy ezt kortyolgatom, ha ezt egy vakteszten innám, én nem biztos, hogy azt mondanám egyből, hogy ez egy mecsör, hanem inkább valami más ilyen crossover stílusra gondolnék, jó magyarul megmondva, mert hogy annyival több ízjegy van benne egy mecsörhöz képest, meg annyival szokatlanabb ez a vaníliás irány. Esetleg még ilyen piros gyümölcs, vagy erdegyümölcsösnek még el lehetne úgy mondani, hogy esetleg mondjuk ilyen fekete szeder, mert hogy elég fanyar. Én azért eléggé kiérzem benne a meggyet, tehát ezt nagyon nem tudnám máshoz hasonlítani. Nem is az, a meggy az kiérezhető, hanem hogy olyan ízek vannak még mellette, ez a vaníliás jelleg. Ilyet sima meggyben nem érzel meg egy kicsiben. Nem, de ez határozottan nagyon jó. Igen. Ez kellemes csalódás. Az a helyzet, hogy az almásrétes kapott egy konkurenciát. Verdikt. Meg volt mind az öt. Kezdjem én. Kérlek. Na, hát nálam úgy alakul a sorrend, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik. Ő nagyon nem volt az én ízvilágom, ő nagyon kevésbé ízlett. A szívásgombóc és a Rákóczi túrós az nagyjából így egy helyen voltak, tehát a kettő között tudtam a legkevesebb különbséget felfedezni sorrend tekintetében. De talán mégis egy fokkal a Rákóczi túrós volt, ami jobban ízlett. Nekem a szívásgombóc volt az, amiben nagyon éreztem az alkoholt. A meccelenti sörök közül egyértelműen számomra a meggyes pite ízlett a legjobban, viszont az összes között az almásrétes volt számomra a legfinomabb. Az nagyon el van találva. Timi, hogy láttad? Timi? Én annyit változtatnék rajta ezen a sorrenden, hogy én ezt megfordítom. Nekem ez egy citrombotló tablettás felhígított valami, egyáltalán nem ízlett. Ennél nem tudtam felismerni konkrétan, hogy ez barack, illatra igen, ízre egyáltalán nem tudnám megmondani. Ebben mondjuk nagyon éreztem az alkoholt, mint mondjuk ebben, viszont a szilvás gombózban éreztem, hogy a szilva akar lenni. Na most a meggyes, az tényleg illatra, ízre és állagra is tényleg hozta a meggyet, szerintem tök jó, de nem tudtam megelőzni az almásétest, ami konkrétan tényleg olyan ízű, mintha beleharapnál egy almásétesbe, és itt azért érzed bőven azt a almás és vaníliás ízvilágot, ami tényleg egy süteményre hajaz. Annyit azért előjáróban, hogy süti faktorban egy picikét többre számítottam szinte mindegyiktől, úgyhogy ott egy kicsikét elmaradt a várt hatás, viszont ittunk nagyon jó söröket, ittunk közepeseket, annál fogva, hogy nem tudtuk őket olyan jó helyre besorolni, és ittunk olyat is, amit egyezményesen utolsó helyre tettünk. Azon én se változtatok, hogy Royal Lemon Trifle szegénykém az utolsó, tehát vele nem tudok mit kezdeni. Azokat az ízkaraktereket ki is mondtátok helyettem, én is ugyanezt éreztem, nem tudom előrébb tenni. Azután a következő szegmensen Timihez képest sem változtatok. A Rákóczi túrós és a szilvás gombóc egyik erősebb, mint a másik, ami önmagában nem lenne probléma, de én speciál a szilvás gombócban éreztem közelebbi ízkaraktereket a névadóhoz képest, ezáltal egy hangyányival szimpatikusabb volt, de egyébként ez a holt versenyszagú kategória. És itt egy kis csavart viszek a történetbe, ugyanis nincsen egyező sorrend hármunk között, mert nagyon-nagyon ütött nekem az almás rétes, mégpedig azért, mert a legkiegyensúlyozottabb versenyző ebből a mezőnyből. Nem tudok olyan élethelyzetet elképzelni, ahol versenyszerűen kellene inni, vagy akár egynél többet belőle, mert azért mindegyik desszertsör. Az almás rétes is a maga 4,2%-ával, szó se róla. Tehát, hogy ezt lehetne úgymond a legkevésbé bűnmentesen, vagy következmények nélkül meginni, hogyha úgy tetszik, de... Hát nekem van olyan karakteres versenyző így első látásra ízlelése a meggyes pite, hogy nálam ez most elvitte a mezőnyt. Egy bomba meglepetés számomra. Nem jó szájízzel tettem egyel hátrébb az almás rétest, de nem vitatom el az érdemeit. Tehát zseniális, egyébként mindkét főzdének azt mondom, hogy szép volt, ügyesek vagytok. A Royal Lemon Trifle kapcsán azért üzenem a medes fiúknak, hogy szerintem ott egy picit tekerjenek a recepten. A többinél is azért többé-kevésbé szerintem értjük a koncepciót, meg lehet, hogy egyébként tényleg ilyennek szántátok ezt a sört, és csak nekünk nem ízlenek annyira. Viszont az első kettő, tehát Szent András sörfőzde, almásrétes és Mad Scientist meggyes pite. Prima sörök. Úgyhogy a főzdéknek hajrá, nektek nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, Tibi, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, máskor is. És veletek pedig találkozunk a következő videóban, amikkel majd szépen lassan érkezünk, nem csak úgy, mint a sárkányok a trónok harcában, hanem ténylegesen. Találkozunk akár a komment szekcióban, akár a Telegramon egy jó csevegésre a kocsmában, úgyhogy itt találkozunk legközelebb. Váljon egészségetekre az elfogyasztott tartalom. Legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok.